Sziasztok, Zozóka vagyok. Folytatom akkor ezt a nagyszerű játékot. És szerintem lesz még egy rész, mert emlékeim szerint, és amikor ugye nem túl olyan régen játszottam a játékkal, hogy a pince azért egy elég nagy hely lesz. Tehát, hogy ugye ha ott is aprólékosan át akarom kutatni, akkor az nem lesz meg 30-40 perc alatt, és kapkodni meg semmiféleképpen sem akarok. Ez az. Itt hagytam abba. De mielőtt még lemegyek, nem. Vagy de. Itt nem lehet kimenni. Dehogy is nem, jól van. Valami eszembe jutott. Ugyanis. Hopp. Tehát még elég sok napló hiányzik. Ugye ha az első végigjátszásomat nézem, ott. Ott ha a jobb oldalt nézitek, akkor a jobb oldalon csak kettő hiányzott a baloldali sorból. És még ezt is el tudom képzelni, hogy elég ügyetlen voltam lehet, és nem találtam meg még az első végigjátszásnál az összeset. Sajnos benne van a pakliba. Ezt szerintem nem olvastam el. Kedves Mrs. Greenbrier, szeretnék beszélni önnel a történtekről, amiket Samantha mostanában ír. Olyasmik, amikre a kisfiúktól számítanék az osztályban, ami az általam megfigyelt néhány másik hajlammal együtt némi aggodalomra ad okot. Legyen szíves minél előbb felhívni az iskolát, hogy egyeztessünk egy rövid szülő-tanár megbeszélés köszönettel Karen Brown. És ezt úgy gondolom, hogy arra értette, hogy Samnek, tehát hogy Sam vonzódik a azonos neme felé. Te gondolom én. Gyere. Értette a tanár. De hát ez aztán most neki mi köze? Már bocsánat. Tehát szerintem semmi köze nincs. Nos. És akkor ezután a rövid kis kitörő után. Akkor. Ha gyönyörű. Halkítsatok. Tehát már most mondom. Mert biztos, hogy lesznek olyan hangok, hogy meg fogok ijedni. És, tehát én ugye sajnos elég ijedős vagyok. Hol van világítás? Ah, ott lesz, ott lesz. Jó. Jaj, nos! Hát akkor itt vagyunk a pincében. Az alaksorban, egészen pontosan, mert szerintem inkább ez a megfelelő kifejezés. Nos. 1965. december 10-e péntek, Boone megyei regiszter. Ez ugye egy újság, gondolom. Igen, várjátok, X. Melyik itt az X? Ez az. Igen. Na jó, nézzük. Massan gyógyszertár tulajdonost vált. Massan gyógyszertára tulajdonost vált. A fő utca vásárlói ma meglepődve vették tudomásul a bejelentést, miszerint Massan gyógyszertára 10 évvel ezelőtti megnyitása óta először vált tulajdonos. A szóbeszéd szerint a gyógyszertár hirtelen eladása egy énekért történt. Amikor Mr. Samuel, Onstint, Oscar Massan régi asszisztensét, a Massan gyógyszertár új tulajdonosát kérdeztük, azzal a hírrel kapcsolatban, miszerint a szerződést egy dollár körüli összegért kötötték meg, a következőket mondta a regiszternek. A részletek köztem és Mr. Massan között maradnak, Mr. Massan betegent jelentett és nem értük utol. 65, az a baj, hogy a
évszámok most kimentek már a fejemből, ugyanis most egy jó pár szünet után játszok a játékkal. 65. Tehát ugye még nem halt meg, értelemszerűen. Persze hülye vagyok, hát mert most 90 akármikor ugye halt meg. És ugye úgy hagyta rájuk a házat. De azon gondolkodom, hogy mikor írhatta neki a levelet. Hú, azt meg kellene néznem. Amelyet a titkos, az apucinak a titkos fiókjában találtuk, ami ugye az íróasztalában volt. Hogy azt mikor küldhette neki. Tehát, hogy most megőrült ez a csóka? Tényleg? Ugye ez a nagybácsi, és elag... Miért adta le gyógyszertárat egy dollárért? Na jó van. Remélem, hogy ez még ki fog derülni jobban. És nagyon aprólékosan végig akarom nézni, mert láttátok, hogy például ott is ott a szekrénybe elhagytam egy ilyen feljegyzést. Nem mintha persze annyira kellene kukacoskodnom, és hát ha közületek még egy páran játszanak a játékkal, és talán akkor meghagyom nekik azt az örömöt, hogy ők meg olyat találnak, amit én nem. Még mindig. Tehát annyira nem fogok eret vágni, hogyha nem találok meg mindent. Hello, Sam! Múltnomát fászból írok neked. Egy hülye osztálykiránduláson vagyok, ami hülyeség, mert március van, és nem tudom, hogy aki ezt az iskolát vezeti, járt-e már Oregonban, de itt rohadtul hideg és esős az idő márciusban. Bárcsak itt lennél. Ó, várjunk, csak itt vagy. Hiszen ezt neked írom az ajándékboltban. Ó, a francba itt jössz el. Már megint ezeket a recsegéseket, Jézusom. Hát, na. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Milyen érdekes, itt most persze itt mindig ugye eszembe jut az, hogy hú, mi mindent bele lehetne magyarázni, akár egy ilyen kis napló bejegyzésbe, vagy üzenetben, hogy maradj a csoporttal, és ugye pont, hogy Sam és Lonnie, ugye, hogy ők külön utakon járnak, és tényleg ők személyiségben is különböznek talán az osztály többi tagjától. Aj, imádom. Na jó. Nem, tényleg nem akarok mindent belemagyarázni ilyen hülyeségekbe, de hát ugye ez a szépség, hogy egy játék, egy történet mindenkinek más jelent. Massan gyógyszertára 60 január, június. És itt nem lehet lapozni. Tehát csak meg tudjuk nézni. 60, ugye ez pedig 65-be volt? Újságcikkek negyvér, igen. 65-be volt. Most már jó lenne egy kicsit megjegyezni az évszámokat, számokat, mert... Hát, ha valami érdekességre rájövök, ezzel kapcsolatban, hogy mi történhetett. És szerintem ezeket a titkokat itt a pincében fogom megtalálni. Vagy fogjuk megtalálni ugye együtt. Itt járt Sam is, az biztos. És gondolom Lonnie is. Illetve hát itt lesznek a múltnak a darabkái is, információi. Jól átnéztem vajon mindent? Annyira nem akarok. Bocs tényleg, hogyha ilyen tökélésnek gondoljátok, de tényleg szeretném aprólékosan átnézni a helyszíneket.
És látszik, hogy ugye, tehát ugye ez a második végigjátszás, és nem vettem még így sem mindent észre. Jó van. De milyen nagy egy batáregyház. Kellene találnom villanyt. Ott van egy ajtó. Jézusom! Ez így nem lesz jó. Ez itt egy zsinór lenne? És legyen zsinór már, na végre. Gyerünk már. De jó. Ez... Lehet menni balra, lehet menni jobbra. Illetve akkor először ezt a szobát átnézem, és majd akkor fogok tovább menni. Igen. Jó. Mert... inkább haladok sorba, sorrendbe. Így van, így van. Mocorogjál, meg csináld a hangokat, persze. Azt hiszem, ez anya állampolgársági papírja. Ó, basszus, volt erről valami információ? Mintha emlékeznék róla, csak elfelejtettem. Amerikai Egyesült Államok állampolgársági kivonat 72. július 20-án a bíróság úgy találta, hogy Janice Elizabeth Connelly Greenbrier az 5. sugárút 1010 alatti lakos Seattle városban, Washington államban végleges letelepedés mellett döntött az Egyesült Államokban, és megfelelt az érvényes állampolgársági törvények rendelkezéseinek. Ezáltal jogosult az állampolgárságra, és elrendeli, hogy az Amerikai Egyesült Államok polgárává váljon, amely megtörtént. Ennek bizonyságául a bíróság pecsétje alá csatolva lett az úr 1972. évében, július 20-án Horace E. Cowell, Egyesült Államok kerületi bíróságának hivatalnoka. De, tehát hogyha találtam is erről információt, én arra nem emlékszem, hogy akkor, viszont akkor milyen nemzetiségű volt az anyukájuk. Ez nem rémlik. Hát igen, így jár, aki egy kis szünetet tart a játékban. És... és kimennek a fejéből a dolgok. Apa egyik könyve, valami rá van ragadva. Hoppá. Kedves Terence, köszönöm, hogy elküldted nekem a nemrég kiadott könyved egy példányát. A szerzők első publikált kézirat a mindig jeles esemény. Ma délután olvastam el. A könyv tárgyaként kétségkívül felismertem a saját fiamat. Egy szerző munkája az általa szeretett és féltett dolgok külső megtestesülése. Ebben az értelemben pedig úgy érzem, hogy a munkád sikeres volt, de a lencsén át a személyes fényt feleslegesen elködösítették a stílus kliséi és a valószínűtlenül olcsó sci-fi vagy sci-fi isten a gépezetben leírások. Gratulálok, hogy túlélted a kiadás hatalmas tortúráját, és biztos lehetsz benne, hogy az általad választott stílus rajongói mohon elkapkodják majd a példányokat, de arra sürgetlek, hogy hagyd el a mesterkéltséget. Többre vagy képes, apai szeretettel és biztatással, Richard Greenbrier. Ez a, nem tudom mi ez a ph.d, nem tudom, nem tudom mi lehet, mindegy. De hogyha, nem tudom megnézni a borítót. Nem tudom megnézni ugye a borítót. Hát a apukája az igazából jól. Tehát jó szigorú véleményt adott a könyvéről. Hát, ezt ugye nem tudjuk, hogy ez most... ez így helyese, vagy pedig biztatnia kellett volna. Minden esetre egy kicsit nyers volt. Ó, ez jó régi! 1959. március 3-a hétfő, Boone megyei regiszter, Masson gyógyszertárának üdítő automatája üdvözli a Boone megyei fiatalokat.
A Goodfellow középiskola diákjainak orcái meglehetősen kipirultak voltak ma, miután mindegyikük kipróbálta az újonnan megkeresztelt üdítő automatához, Oscar Mason belvárosi gyógyszertárában. Igen. Több hónapnyi felújítást követően beleértve egy teljesen új üdítő automatáét, amely képes szódavizet többféle ízesített sziruppal keverni, valamint egy üvegtetejű fagylaltos dobozt, amelyből a szívek örömére lehet egymás után lapátolni a jeges édességet. Mr. Mason a főútra egy régóta szeretett tartozéka. Elragadtatva köszöntötte a fiatalok tömegét. Az elsőként kiszolgált édesség a... Hát és itt ez mennyi sajnos lemaradt... Illetve gondolom nem is véletlenül, mert ahogy látom, itt maga az újság is... Maga a cikk is... hiányos. Ha 59... 60-ban volt az a könyv, amit találtunk, és 65-ben volt, hogy ugye túladott rajta. Hol van? Milyen sötét van. Remélem nem hagyok el semmit. De mint mondottam volt, hogy ennek a történetnek majd nem lesz igazából nagy szerepe. Tehát nem kell izgulni. Ugye az Azoka valami olyasmit hagyján, ami nagyon fontos lehet. No. Ó, bőröntöt kinyit. Ó. Mit keres itt lent ilyen bőrön? Nézzétek, mert tök jó. Inkbe van csomagolva, valami pokróc. Fecint megvizsgál. 14 karátos arany szívmedál, 2 darabra választható szét. Maximum 10 karakterrel teste szabható. Nevek, dátumok, kezdőbetűk, bármi, amit megálmodsz. Ajándékdobozban importált. L plusz S. Tehát ez ugye a Lon és Samantha rövidítése. Nagyon szerelmesek voltak egymásba ez a két lány. Aha. Igen, tehát itt már gondoltam olyat is, hogy öngyilkosok lettek, vagy valami. Hát nem tudom. Kedves Samantha Greenbrier, szeretnék gratulálni a felvételéhez a Reed Egyetem 1995-ös nyári kreatív írás programjába. Fiatal tudósok számára. Portfóliója és tanulmányi átlaga alapján emellett szeretnénk felajánlani, hogy a nyári program beiratkozásának és költségének 75%-át támogatjuk. A csatolt dokumentumokban megtalálja az órarendjét, opcionális másodlagos programokat és a kollégiumi beosztását illető részleteket. Már alig várjuk részvételét a nyári programban. Hadd gratuláljak ismét Julie Morris felvételi vezető. ...95-ös nyári. Ami ugye az azt jelenti, hogy ugye most mi van, most június... Hú, hanyadikán jöttünk haza, nem tudom. Meg tudom nézni. De az biztos, hogy nem ide ment el a Samantha. Az tuti. Na, nézzük csak. So stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans, like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was, like, 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can.
Hát, vagy beállt szemkatonának. Ez nagyon érdekes, hogy ugye ez a Loni, ez milyen összetett személyiség, ugye, hogy ugye meleg, ugye, illetve ilyen lázadó természetű, és mégis, hoppá, Richard Greenbrier, ő apukája, tiszteletbeli angol professzor, Oregoni Egyetem 1956. És ki van vágva a arca? Hát gondolom nem véletlenül, ugye olvastuk azt a levelet. Ezt néztem. Tehát milyen érdekes, nem? És hogy egyik nem zárja ki tulajdonképpen a másikat. Most ugye erre gondolok, hogy akkor katonának áll, punk együttesben énekel, meg ilyen lázadó személyiség. Ó, Jézusom! Ez milyen durva! Nem lehet kinyitni? Egyből erre gondoltam, hogy hát itt a Freddy Krueger, mintha ilyenre emlékeztem volna, hogy egyik Freddy, rémálom az elmúlt számban a filmben, hogy valami ilyesmi ilyen kazánból ásták volna ki a nem tudom ki ismeri, ugye Freddy Kruegernek volt egy ilyen olyan kesztyűje, ami ilyen pengés volt. Ilyen pengék voltak az ujjak helyén. Nagyon durvúci. És akkor ennyi? Na, oké. Akkor... Hát akkor most már megyek erre tovább. Ó, basszus. Megyek erre tovább, csak jó lenne valami pilácsot találni. Ha, ott van. Ott van. Jézus Máriám. Ah, gyorsan. Jaj. Persze, így van, recsegjél, ropogjál, így van. Rohadjál meg. Ez mi ez? First. Nem tudom mi ez, valami... Hó, nézzétek csak! Ezt nézzük már meg. Szaporodási szervek munkalap 6. Név Kathleen Greenbrier. Ez ugye akkor mi vagyunk. 91.9.10-e gondolom. Utasítás. Alább található két történet. Az események össze vannak keverve. Válassz egyet a két történet közül is, írd újra. Kezd a címmel és a neveddel. Keres egy témamondatot, amivel a bekezdésedet indíthatod. Tedd a mondatokat időrendi sorrendben. Bizonyosodj meg arról, hogy az utolsó mondat megfelelő lezáró kijelentés. Ezt nem olvastam én? Valami ilyesmit fönt? Nem tudom. Valami rémlik. A menstruációs ciklus átutazik a pete vezetéken. A petefészek kibocsátja a petesejtet. Körülbelül két héttel később, mivel a mély belső fala nem szükséges a terhességhez, a vaginán áttávozik. Hihetetlen, hogy a női test tudja, miként kell felkészülni a terhességre. Ha a petesejt nem találkozik, semmimmal felszívódik. Amíg a petesejt fejlődik, a még belső fala... Szaporodási szervek munkalap 6, név Kathleen Greenbrier, dátum, blablabla. A menstruációs ciklus. Egy petesejt kezd fejlődni. Amíg a petesejt fejlődik, a még belső fala vastaggá is puhává válik. A petefészek kibocsátja a petesejtet. Átutazik a pete vezetéken, ha a petesejt nem találkozik, milyen blablabla, körülbelül két héttel később, mivel a mély belső nem szükségültem, vagy minden távolodik, ezt nem értem, ez azon úgy, hogy de rémlik nekem ilyen, hogy fönt valahol találtam ezt. Csak ott még volt valami olyan szöveg, ó, azt nem Samantha írta, ez meg Kathleen. Hogy Samantha lehet, hogy másolt Kathleenről, megtalált egy régi ilyen munkalapját? Hát gyerekek, ez kíváncsiságból lesz, majd ennek utána fogok járni. Mert tökre emlékszem, hogy olvastam ezt fönt az emeleten, méghozzá nem is ott a földszinten, a bal szárnyán valamelyik szobába. Úgy emlékszem, teljesen úgy emlékszem. Vagy a folyosó végén. Na nézzük. K mint kedves, A mint aranyos, I mint intelligens, T mint tehetséges, L mint lelkes,
I, mint igazságos, N, mint nagy lelkű. Jól van. Dísztábla. Isten ments, hogy meghúzzam a zsinort, örülök, hogy világos van. Tehát ezt megnézem, habár nem, most nem tudom, hogy mi értelme lenne. Tehát, hogy nem látom értelmét, mert most, hogyha jó, most nem saját kútfőből írt valamit Samantha, most igazából azt én nem tudom, hogy annak mi szerepe van, értitek? Na, jól van, hát én itt most nem látok már semmit. Remélem, hogy nem hagyok el semmit tényleg. Simán még fogok ezzel a játékkal játszani így magányomba. Az tuti bizti 100%. És pontosan azokat a helyeket fogom kutatni, hogy hát, amíg találok valami kis információt, mert simán el tudom képzelni, hogy chipset felvesz. Mindenhol chipsek vannak, mindenhol befészkelte magát Samantha. Iratgyűjtőt felvesz. Ó, ott van alatta valami, már látom. Feljegyzést elolvas. Kedves Samantha, szeretném teljes szívből megköszönni, hogy vendégül láttál a lakásodban a hálaadási ünnep közben a nagyszerű családoddal együtt. Élveztem a finom krumplit, és elég furcsa volt olyan sokáig a szüleid körében lenni, de vicces is, hogy apukád mennyire képtelen legalább 30 másodpercig úgy ülni, hogy ne váljon kínossá a helyzet. Szívélyes üdvözlettel közeli barátod és bizalmasod, Loni. X. Apukája valamilyen ilyen vaskalapos, ilyen nagyon kimért kis csokor, igen, hogy le van rajzolva. Ja, bocsánat, de ott volt még valami. Hoppá, igen. Kedves Mrs. vagy Miss DeSoto, engedje meg, hogy megragadjam ezt az alkalmat, és megköszönjem önnek, amiért olyan szívélyes vendéglátó volt édesapja birtoka. Mi van? Kedves Samantha. Igen. Kedves Mr. DeSoto, engedje meg, hogy megragadjam ezt az alkalmat, és megköszönjem önnek, amiért olyan szívélyes vendéglátó volt édesapja birtokán, a korábban említett étkezés után a szüleimmel. Meg kell mondjam, az ön családjának háladási lakomája volt a kettő közül az élvezhetőbb. Különösen élveztem a nagymamájával töltött időt, aki egy elragadó... Hogy? Kitűnő ízléssel és kifinult felmépéssel, ismételjük meg a következő évben rendben, tisztelettel, Madame Samantha L. Greenbrier. Tehát az egyik a másiknak a családjánál volt. Érdekes. Mik vannak még itt? Iratgyűjtő. Ez. Semmi. Hoho, itt van valami. Rajzot megnéz, hát gondolom itt nem kell hozzáfűzni semmit. No. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around. Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Mennyinél tartok most? Hát még van, még legalább 2-4, hogy van? 2-4. Még 4-et minimum meg kell, hogy találjak, hogy ugye ugyanazt a teljesítményt elérjem, amelyet az első végigjátszásnál, illetve hát egészen pontosan tulajdonképpen az alkalom volt, amikor teszteltem a magyarítást. És ugye igyekeztem nagyon aprólékosan végigmenni, és de sajnos ugye akkor is kihagytam egy pár dolgot. Hál' Istennek az... nem... Bocsánat.
Ilyeneket ne hagyjak ott, mert hát amögött van valami kis cetli. Hogy még akkor is egy pár cetlit elhagytam. Igen, recsegi, ropogják, köszönöm szépen. Ojoj, ojoj, ojoj. Ojoj. Úristen. Hát ez a ház, ez, úristen. Én nem laknék itt, 100%. Hoho, ez mi? Nézzétek csak. Zárva. Hó. Ez valahol az emeleten lesz. Hány emeletet jöhettünk, várjatok? Igen. Ez ugye egy fél emelet. És akkor itt vagyunk alaksorba. Most gondolom. Gondolom, hogy akkor az lenne a földszint. De én nem emlékszem, hogy ott lehet volna bármi ajtó. No mindegy. Feljegyzést elolvast, elolvastuk. Ezt is mindig elfelejtem, hogy így néha le kell googolni, és akkor benézni a különféle bútorok alá. Akkor itt innen nem tudok tovább menni, ez itt most Zsák utca. Akkor szépen visszamegyek. De durva ez a kazán, atya úristen. Azt a mindenit. Király ez a hideg basszus. Ezt elolvastam. Opp, ez mi? Ja, lámpa. Azt a felszínt megnéztem. Oké. Hát én nem tudom viszont, hogy gyerekként én lejöttem volna ide. Úristen. Hát a gyereknek olyan élénk a fantáziája, ez biztos, hogy lehet, hogy sikítva menekültem volna innen. Mert tudjátok, mondtam, hogy a nagymamám padlásán, hogy mennyire szerettem ott kutatni, de hát ez egy padlás. Ez nem egy alaksor. Anya állampolgársági papírja. Az itt esetleg nem derül ki, hogy ő milyen? Nemzetiségű volt? Mert tényleg nekem nem rémlik, hogy ezt... tehát, hogy erre nekem emlékezni kellene í. Nem tudom elolvasni sajnos. Ugye egy születési év, gondolom, az 50 március 8, ugye nő. Mindenféle ugye adat, milyen magas. Kanada, Kanada! Bocsánat, ott van Kanada, majd kiszúrta a szememet. Kanadai állampolgár volt. Hát én valami nagyobb titokra gondoltam. Ja, bocsánat, és akkor erre nem voltam. Mennyi az idő? 33. Megnézem, hogy ez milyen hosszú. Megnézem, hogy ez milyen hosszú terület, mert 40 percig ugye simán én el szoktam játszani, és talán ti se veszitek rossz néven. Rossz néven? Itt lehet kell egy kazettának majd lennie. Amúgy teljesen tök mindegy, hogy dumálok ezen alatt, vagy nem. Ennyi erővel akkor kussolhatok is, mert a YouTube-ot nem lehet becsapni. Viszont ugye túl hangos lesz a zene. Azt viszont megfigyeltem az eddig videóm. Tehát, hogy majd akkor fogom berakni a zenét, fiúk, hogyha arrébb megyek. Sandworld, vagy nem tudom én milyen ékszerészet. Név, Samantha Greenbrier, dátum 94, 12... 12-e, cím Arbor Hill, egy két darabos szívmedál, $60, egyedi gravírozás, L plusz S ugye, $20, összesen $80, ugye kerekítek most. Eladó, nem készpénz, stb. Erről már több info, és ez miért érdekes amúgy, tehát hogy... Mert ez nagyon... Lehet, hogy amúgy azért van
ennyi helyen elszorva információ, hogy feltételezi a program, hogy lehet, hogy valamit ugye nem vettél észre, és akkor ugye itt is van egy információ erről a... Nézzétek, ez tök jó! Azt a minden egy kis ilyen kis kuckója volt Samantának. Kis ilyen kis kuckója volt neki. Nincs semmi, üdítős doboz nem kell. Gombot fölvesz. Röngen szemben. Jó. Más nem látok. Óóóó! Ezt miért? Ne csináljátok, mert ezt légy szíves. Oldal, azt nézzétek? Olyan, mint egy kábítószer. Az első alkalom a szobámban történt. Gyorsan! F12! Azt a mindenét! Gyerekek, tudjátok mi ez? Ja, ezt az első végigjátszáskor is, hát sejtitek, hogy egy olyan élményt írt volna le Samantha, amikor Lonival intim pillanatuk volt. Na és ezt akartam volna le, tehát hogy ilyen, lehet ilyen képernyőmetes készíteni, mi a franc ez, Steam-en belül. Ugyanis nem tudod végigolvasni a levelet, és ugye ezt írja ki, hogy ezt tudja, hogy nem olvassuk tovább. Azt a mindenit, és megint... El akartam volna képernyőmentésbe menteni, és akkor tudom, hogy rossz vagyok, meg perverz, de elolvastam volna, na. Yolando de Soto, Hector és Mary de Soto felügyelet... Mi? Na várjatok! Yolanda de Soto, Hector és Mary de Soto felügyeletében, Mexikó, Estado Mexikó, blablabla... Bla, bla. Miss Samantha Greenbrier, Amerika Egyesült Államok, Oregon, Boone megye... Jöjjesz be, ez biztos, hogy a Loni küldte. Kedves Sam, annyira örülök, hogy tetszett a rajz. Ránk gondoltam, amikor rajzoltam. Tudom, te is észre fogod venni. Szerintem tetszene Mexikó. A környezet totál különbözik az otthonitól. Folyton Allegrán és az első tiszten gondolkozom, akik elvesztek egy rejtélyes szigeten, ahol még a növények is meg akarják őket ölni. És együtt gondolok rájuk odakint a vadonban. Aztán kezdek megint rád gondolni. Itt fekszem az ágyon, és szinte már érezlek. Próbáltam várni, amíg megint együtt lehetünk. Nem igazán sikerült. Oké, de legalább megpróbáltam. Oké, ebből elég. A legutóbbi leveledet aznap kaptam meg, mielőtt elindultunk északra. Versenyezni fogunk ezzel a levéllel hazafelé. Ha én érek előbb haza, együtt elolvashatjuk, és igen... Itt több nincs. And yes, I am... Fotóz... Valami fotót... Fotóról beszélnek... Úr, el sem tudom olvasni. Hoppá, valamit... A sötét szobáról írnak. Tehát valami fénykép... Az a baj, hogy a kézírását tudom elolvasni, nem mondja az angolt. Túl sok... Nem mindegy, valami fénykép és valami sötét szobáról beszélnek. Hogy beszél Lenny. Jól van. Azt hittem, hogy valamit a sötét szobával kapcsolatban valami érdekes info lesz, de nem. Ó, nézzétek csak! Mi ez? Csengőt megpöcköl. Csengőt megpöcköl. Fondol. Hoppá! Ez hiányzik. És ez miért hiányzik? Ez de jó lenne erre rájönni. És ezt hallottátok? Mondjuk most ez cseng. Ez is. Ez nem. És ez se. Ez pedig hiányzik. Ennek lehet egyben lesz valami szerepe? Nem tudom, jó lenne kideríteni. Vagy rájönni, legalábbis. Oké, és akkor pillanat, itt van. Lánycserkész, az együttes
korábban kölyök cserkész néven futott előadás, példakép, hatósága, nagy megszorítás, történetmesélés, utasítás, első tiszt, én, lánycserkészek, ismét eltűnt, kétsávos út, tagadás, nyom X-et. Jó, hát ez semmi. Hopp, de hogy is nem? Band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Hmm. Ez ugye érdekes, mert még hármat kell találni. Érdekes, mert tehát az, akkor az kiderült, hogy hogy akkor, tehát hogy már a kapcsolatuk elején még nem énekelt Lonnie. Na, ezt akartam kihozni belőle. Kicsit távolabb megy. Oj! Milyen volt sötét. Hoppá! Ott meg még sötétebb? Rohadtul örülök neked. Ez micsodi? Library, igen. Zeneszoba. Itt vagyunk, ugye, bejövünk a házba. Ez a hal. Itt megyünk be az ajtóba. Itt van a nappali szoba. Itt volt az a kis ilyen szekrény. Living room closed. Ott van valami? Dolgozószoba, könyvtár, a zeneszoba. Itt tudunk lemenni az alaksorba. És itt meg voltunk szintén. Nem látok nagyon új helyszínt, amit nekem föl kellene fedezni. Ott van igen a zöldház. Konyha. Ebédlő. Hát nem nagyon látok új helyszínt. Kombináció megadása. Hát az még nincsen. Azt még biztos, hogy meg kell szereznem. Azt meg kell találni valahol. Hoppá, nézzétek csak. Teri 12 évesen, háladás 1963. Ami azt jelenti... Ami azt jelenti, hogy ez annyira ugye nem titkos hely volt. Mert, tehát ugye Terry az most a, ugye Samantának és Katie-nek ugye az apja. Tehát már ők is itt lent voltak. Neked, tehát ez annyira nem, hát jó, mondjuk hülyeség is volt persze azt gondolni, mert nagyon sok, nagyon ezt kitől kapcsolom. Bocs. Ó, nézzük csak meg. Hát, ha van rajta valami. Nincs. Jaj, jó. Tehát, hogy igen, hülye ötlet volt gondolni, hogy ezt most ők fedezte föl Samantha. Mert igen, tehát ez is bizonyítja azt, meg hát a csomagokat valaki lehordta. Ó, de hülye vagyok. Jaj, zotya. Oké. 43 perc, még oda... Még basszus, itt nagyon sötét van. Jaj, de megijedtem. Majd ott kinyit. Ott van valami zsinór. Ajajajaj. Nem működik anyád! Bocsánat. Aj, ne! Ne. Ajtót becsuk... Persze meg a nagy francokat fogom neked becsukni az ajtót. De miért nem működik? Ó, nem működik. Ne. Léci. Jó van. Basszus. Mi van itt? Hoppá! Játékot fölvesz. Hozzuk ki a fényre.
De ez kinek a ját? Persze, így van, csak nyikorogjál. Elég régi játéknak néz ki. Tehát gondolom, hogy vagy az apukánk... Várjatok! Terry 12 évesen, háladás 1963. Tehát a apukánk ugye akkor volt ebben a házban ő gyerekkorában? Mert ugye Terry Greenbrier, én úgy emlékszem, hogy ő az apukánk. El vagyok teljesen, tehát tényleg nem jó úgy játszani az új házban. Nem, ez itt nem derül ki semmi. Ezt lehet, hogy játékon kívül egy kicsit majd fölfrissítem az emlékeket, mert de nem tudok tovább menni se. Van itt még bármi érdekes? Hopp! Hopp! Feszít felvesz, ohoho! Ebben a hónapban megrendelni két láda brandy, két láda rum, egy hordó whisky. Az igen. A kormányzó továbbra is elégedett a Boone megyei rendészettel. Szerintem ez a megállapodás jó ideig fennáll. 23 március, te atya, gatya, úristen! Ilyen ennél korábbi időpontot én nem is találtam, nem rémlik nekem. 23. Ki az a VR? Tehát, mármint, hogy ugye dupla VR. Március, te úristen. Az nagyon régi. Nem lehet megpörgetni? Nem. Ez micsodi? Semmi. Ó, hát akkor itt nagyon körül kell nézni, mert... Hát, ha itt még lesz valami. De ennek se tudom, hogy mi értelme van, hogy ezt megtaláltam, ezt a fecnit. És látjátok, mondtam, hogy nagyon... hogy nem lesz rá idő ezt átnézni. Ennyi idő alatt, mert most már lassan már 50 percnél járok. Ó. Nem lehet ezt megjavítani valahogy? Nem működik. Oké. No. Fiúk, lányok, én is itt abba hagyom. Lehet, hogy videón kívül egy kicsit fölfrissítgetem a dolgokat, hogy eszembe jussanak, hogy pontosan ki mi merre hány méter. Persze az, próbálok új helyszínekre nem menni, és új információt elolvasni. Ha esetleg véletlenül lenne, akkor azt úgyis megjegyzem, és azt újra meg lehet mutatni. Illetve ott nagyon aprilikosan szét fogok nézni. Nos, és még mindig nem végeztem a játékkal, tehát még egyrészt tuti, hogy lesz. Egyrészt még tuti, hogy lesz. Így van. Nos, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok.